Az előzetes hírek alapján nehéz mérkőzésre számított az Európa Kupa első csoportmeccsén a szlovén Celje ellen a vendéglátó atomerőmű KSC Szekszárd. Győztek a bajnokságukban, nyertek az Adria Ligában, mozgékony kisemberekkel eredményesen támadtak, és annak ellenére, hogy nem igazán magas játékosokból áll a Celje, meglehetősen sok lepattanót, több mint 41 gyűjtöttek be az egyik legutóbbi meccsükön. Nos, Szekszárdon a KSC ellen ebbéli erényeikből szinte semmit sem tudtak felmutatni. Nagyon jó támadó lepattan a csapat, nagyon jó futnak, gyors indítások, ezeket a dolgok ma elvittünk tőlünk. Az idén a legjobb 3 pontos dobó teljesítményt produkálta ezen a meccsen a csapat. A legjobb teljesítményt nyújtó Elder Brink 27 pontot elérve 6 triplát sűjesztett el az ellenfél gyűrűjében, Studer Ágnes is 3 triplával, Bálint Réka 2-vel, Teodorán Alexander pedig 1-3 pontossal járult hozzá a sikerhez. McCall, az amerikai, takarékosan kosarazva is 11 pontig jutott, míg a szlovéneknél csak a 2 amerikai, Bessard és White volt veszélyes a gyűrűre. A 90-56, vagyis a 34 pontos vereségét elsősorban saját magát tette felelőssé a mérkőzés után nyilatkozatában a Celje edzője Davor Grigic.